A gerontológiai központ 50 terepi takarítónőt és 15 egészségügyi nővért alkalmaz majd a nyertes projektumnak köszönhetően. Általános iskolai és alapfokú végzettségűek juthatnak így munkához. Cijem da svaka mesta zajednica na teritoriji grada Subotice ima svog i svoju medicinsku sestru i svoje spremače, pošto smo videli da postoji velika zainteresovanost za usluge pomoći i nege u kući. A korábbi nyertes projektumokban alkalmazott személyek egy része meghatározott időre munkaviszonyhoz is jutott. Planiramo i sada da najbolji ostanu kod nas, a da odmah posle nove godine nastavimo sa novim projektom javnih radov. Az igazgató a sajtótájékoztatón elmondta. Pert nyertek a köztársasági egészségügyi alappal szemben. Az eljárást amiatt indította 15 tartományi intézmény, mert az alap nem akarta biztosítani az egészségügyi dolgozók juttatásait. Most 5,5 millió dinárt kaptak, ebből elindíthatták az energiatakarékossági programjukat, amelynek keretében a központ napkollektorokat szerel fel.